Csongrád megyei labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Makó FC a középmezőnyben álló Szegeddel csapott össze. Az első fél időben a hazaiak kezdtek jól, így nem is kellett sokáig várni az első gólra. A 13. percben Rakoncai Zoltán volt eredményes. Bár a Szeged próbálkozott az egyenlítéssel, a Marosparti gárda magabiztosan védekezett. A fél idő előtt mindkét félnek adódtak még lehetőségei, ám gólra egyiket sem tudták váltani. Így a fél időben egy gólos hazai vezetéssel fordultak a csapatok. A szünetet követően a második játékrész sem hozott meglepetést, már a 47. percben Gémes Bence tovább növelte a makóiak előnyét. Míg az ellenfél kezdett el fáradni, a hagymavárosiak tovább folytatták bravúros játékukat, így az 52. percben Tóth Timoteus szerzett gólt, majd a 71. minutonban egy szögletet követően fejelt a hálóba, és ezzel beállítva 4-0-ás végeredményt, vagyis Makó FC FK Szeged 4-0. Bár a mérkőzés nehezen indult, a második fél időben már kiütközött a két csapat közötti különbség. Nagyon nehezen indult a játékunk, mert az FK-n elég jól visszaállt az első fél időbe, és nem nagyon tudtunk vele mit kezdeni. A másik fél időben úgy láttam, hogy talán is fáradtak, azonban valamivel könnyebb volt. Az M-Foci Kft. Ezzel a győzelemmel a tabella első helyére ugrott, két ponttal megelőzve a Csongrádot. Méhes Tibor tanítványai most szombaton a gyógytanába látogatnak.